Hello, hello, srácok, szevasztok, üdv mindenkinek. Royce, Charmander, Bugi, Calmer, Betfett, Kádémark, Paranacs, Petike, Jamina, Barna, üdv mindenkinek, srácok. Hát kellemes 2022-t kívánok, vagy mi? Fogalmam sincs, hogy működnek-e dolgok, vagy hogy mi a rossz, mi nem működik éppen. Igen, meg új a fülesem is, mert az előzőnek tönkrement a fülpárnája, úgyhogy azt se tudom, hogy mi van, meg hogyan működik ez a dolog, amit itt streamelésnek hívnak, de jó látni titeket. Mármint, hogy én amúgy nem látlak titeket, de hogy amúgy így a cseten, vagy hogy mondják ezt. Srácok, hát remélem, hogy mindenkinek kellemesen teltek az ünnepek. Új év, 2022, régi Nessali, régi közösség, és hát régi játékok, mert hogy ma raftozni fogunk, ami egy igazán klasszikus survival játék a csatornán, és hát mondom sem kell, hogy rengeteg update lett egyébként a legutóbbi iterációja óta a játéknak, mióta mi megnéztük, úgyhogy arra gondoltam, hogy így januárban, amikor új játékok amúgy se nagyon jelennek meg, akkor ez egy tökéletes ötlet lenne. Igen, nagyon jó az észrevétel, köszönöm szépen, Bazi Nagy, lett fuxom, mármint, hogy most ez van rajtam, de hát, hogy amúgy van még, hát, hogy amúgy van még, tehát így kap, van még. Tehát majd minden napra egy másik. De ez meg lett, meg szóltatok Discordon, Norbi szólt, azt hiszem, hogy megígértettem veletek, hogy emlékeztettek, hogy megjönne a Twitch lootom, majd számoljak be róla. Nem jött semmiféle Twitch loot, úgyhogy nem lesz ma unboxing videózás. Viszont lett új intrónk, ami elkészült, úgyhogy innen is köszönjük szépen Félixnek az áldozatos munkáját, szerintem baromi jó lett. Nekem nagyon tetszik, én jót szórakoztam rajta, de látom, hogy nektek is tetszett. Úgyhogy, ja, hát ezek a változások történtek, srácok. Sok minden mást is szerettem volna csinálni így egyébként a szünetben, meg az új évre. Ezek kevésbé sikerültek. Kérdezi Attila is, hogy mit kaptam karácsonyra. Én betegséget kaptam így karácsonyra, tehát ehhez most így tessék hozzászokni majd egy picit. Próbálom magamat kontrollálni. Nem beszélünk az ünnepekről, srácok, most nem viccelek, kivételesen nagyon jól teltek nekem, köszönöm szépen. A karácsonyt itthon fekve a takaró alatt ünnepeltem, a szilvesztert a János kórház környékén, tehát nagyon-nagyon jól teltek az ünnepek. Nem viccelek, erről direkt nem kommunikáltam sehol. Nem is lényeg, a lényeg, hogy itt vagyok. Ha baj lenne, nem lennék itt, és nem így beszélnék róla, úgyhogy nincsen baj, srácok. Minden rendben van, pocsékul tertek az ünnepeim, de minden oké. Okay. Jó, úgyhogy a lényeg, hogy pont időben itt vagyok, élek, ha köhögök, akkor elnézést, majd igyekszem nem így, igyekszem nem így. Egyébként a lényeg, hogy minden rendben van. Egyébként, és nem vagyok covidos elvileg, bár én már nem hiszek el semmit lassan, a főd is lapos, de nem vagyok covidos, jó vagyok, elvileg. Majd ha nem leszek jól, akkor szóltok, úgyis látjátok, nem? Köszönöm szépen egyébként a jó kívánságokat, és mielőtt belevágunk, köszönöm szépen a feliratkozásokat is, meg a támogatásokat. Hát most próbáljuk ezt meg, vagy hogy legyen? Ja, VOD nézők rakják kétszeres gyorsításra, és akkor mondom. Roshan, Csibester, Priscilla, Hadrilla, Arvix, Adamski, Tami, BSK, Jazz Grizzly a giftekkel, Csokis, Muffin, Fiviu, Bidi, Szabda, Lele, Dotti, Lil, Streamingbo, Zuzma, Astarotka, Bazsi, Zsosebe, Fajersemi, Zoli, Noseimár, Somi, Cisco, Meta, Tardigráda a giftekkel, Hógergő, Kaf, Tukjuti, Robi, Andris, Enci, Barbie, Yuziman, Buvopatak, Proegy, Cinci, Chris Walker, Huplu, Loki, Starka, Defi, Logan, Csirkenegec, Filkfury, Bojka, Kroslin, Darkness, Dairon, Adam Csé, Dani a giftekkel, Tünde, Kiborg, Tuti, Pangyi, Zavesz, Avid, Palaking, Alessia, Kaf, Srevi, Csaba, Dani, Viki és Scotty. Nagyon szépen köszönöm nektek. Most, hogyha ezt pedig túléltétek, akkor indítom a raftot és videójátékozzunk egy jót. I'm a Scatman. Úgy. Na remélem amúgy jól vagytok mindannyian, tényleg. Megpróbáltam itt gyorsan az intro alatt elmondani mindent, amit tudnotok kell. Egyébként a menetrendet frissítettem, bár már azóta is történt módosulás, mert kodozni is fogunk a héten, de azt már látjátok, hogy mikor lesznek adások, így az első héten délelőtt most nem leszek. Újévi fogadalmam az abszolút az volt, hogy kedves leszek a csettel, tehát nagyjából még egy ilyen 15 percig fogom tartani.
Köszi a Nanduril neked is, és mindenki másnak, srácok. Nu! Raft! Raft? Ebben egyezzünk már meg most, mert ebből később komoly verekedések lesznek. Raft vagy Raft? Srácok, ez egy kulcskérdés egyébként. Én mindig Raftnak mondtam szerintem. De hogy amúgy... Raft? Nem? Raft? Olyat nem mond az angol, hogy Raft. Az Raft, nem? Legyen tutaj! A van odaírva, nem E. Végül is Craft. Craft, Raft. Amúgy tök mindegy. Na a lényeg, hogy ugye én, hát nem is tudom, mikor játszottunk a játékkal utoljára. Egyébként üdv továbbra is mindenkinek, aki most esett be. Én szerintem ilyen 2019-ben még az egy YouTube sorozat volt, és azóta annyi update jött ki a játékhoz, hogy amúgy nagyon-nagyon durván sok minden van benne, úgyhogy nem is ígérnék semmit, srácok. Az is lehet, hogy 3 stream után megunom a játékot, nem tudom. Most így ezt kiválasztottam januárra, nem tudom nektek megígérni, hogy 60 000 rész lesz. Játsszuk, amíg szórakoztató, ez egy chill játék, én is kicsit bele tudok melegedni a streamelésbe, hogy úgy mondjam, meg ti is visszaszoktok így, ide szoktok vissza hozzám, tudunk közben beszélgetni, meg minden. Ha valaki nem ismerné a játékot, mert láttam, Zene is kérdezi a cseten, ez egy túlélő játék, egy tutajt kell építeni a víz közepén, összeszedni a vízben a szemetet, és abból eszkábálni gyakorlatilag egy tutajt, és ott túlélni, enni, inni, építkezni. Vízes Minecraft. Add tovább azt, az a lényeg. Raft az amerikai kiejtés, a Raft az UK. Aha. Fú. Na jó. Srácok, hát akkor nem is húzom tovább az időt, mindig ezt mondom, és mindig húzom tovább. Kezdjünk egy új játékot, majd szóljatok, hogy hangerőben, FPS-ben, stb. Hogyan álltok. Azt hittem Persona 5 lesz. Nem, igen, azt még gyorsan elmondom, látjátok, hogy húzom az időt. Igen, elkezdtem végre, nem tudom, 8-szorra Persona 5 Royalt. Most elkapott, úgyhogy most, hát igazából a streamelésen kívül, hogyha valamit csinálnék, akkor ez Persona 5-ezés lenne, de ha streamen personáznak, akkor 1400 ember aludna velem együtt, de igen, azt pörgetem streamen kívül 1000-rel. Na! Raft. New World? Mi legyen a világ neve? Hát itt nagyon kreatív szoktam ilyenkor lenni. Nessali. Az jó world name-nek, hogy Nessali? Az kreatív? Mondjuk, hogy az. Senki nem csatlakozhat hozzám, amúgy sincsenek barátaim, és normál nehézségi szinten fogunk játszani. Nem, nem nyomjuk kreatívba, hát ugye elveszik a kihívás. Normálon nyomjuk. Pöcskösszörű legyen a név. Persze. Loading assets. Ez a töltőképernyő se ilyen volt régen. Már felfedeztem egy változást. Na! Azt mondja, hogy van itt egy kampónk, és akkor az első feladatunk, hogy itt begyűjtsük a nyersanyagokat. Azon kell nevetni, hogy nem találom el a vízben a szemetet. Csak azoknak mondom, akik szeretnek hangosan nevetni, csak nem tudják, hogy min kell. Azon. FPS? Akadozzunk, nem? Jók vagyunk? Hazudjátok, hogy igen. Ugye szedtünk föl már 2 darab fát. Ott a harmadik. Meg 1 darab műanyagot, ugye a képernyő alján látjátok az inventorinkat, vagy legalábbis az inventorinknak a gyors részét. Egyes szloton van a kis kampóm. 2-es a fa, 3-as a műanyag, és most már szedtünk föl egy kis növényt is. Bal alsó sarokban pedig, ugye ott van a már jól megszokott túlélő játékokból ismert szomjúság, éhség, életerő. Úgyhogy nagyjából pont ennyit kell tudnotok a játékról. Hogyha valaki lemaradt az eddigi raftozásunkról, akkor minden továbbit meg fog ismerni. Ott a sirály, ő vele jobb is, hogyha összebarátkozunk. Várjatok, eszembe fog jutni a sirály neve, várjatok. Jó, a cápa tudom, hogy karcsi. Tudom, hogy a madár ijesztő Sanyika. Nem nézek a csetre, ne, látom, hogy írogattok, bazd. Jó, fogalmam sincs, hogy hívták. Csalabár, tényleg, köszönöm szépen. Csalabárd volt, igen. Azt hinnétek, hogy emlékszem egyébként. Ó, ott van karcsi, szevasz. Hát ő róla még nem volt szó, ugye egy cápa folyamatosan nehezíteni fogja az életünket, emiatt nem tudunk beugrálni a vízbe, többek között. Meg azért, mert megfulladunk, de ez részletkérdés. Jó, inventory, hogy volt ez? Azt mondja, hogy... Zene picit hangos, köszönöm, Hirx. Igen, mert nem tudom, mert a zene néha rákezd, néha elkussol.
Majd döntsétek el, hogy végül lejjebb vegyem. Igen, itt van az építő kalapács. Az kell. Igazából egyelőre csak lootolnom kéne, mert ugye jönnek ezek a hordók is. És ugye a hordóba több... Ezt nem látta senki, jó? Hordóba több loot van. Az abszolút egyébként egy ilyen FPS fejlesztő játék, tehát hogy megtanít célozni. Sniperkedés ez ideális, hogyha valaki készül a következő Warzone Seasonre, akkor simán. Bocsánat. Remélem, hogy elképesztően torzított és hangos hangon köhögök, hogy abszolút nézhetetlen legyen a stream. Meg szegény VOD nézőket felébresszem. Igyekszem visszafojtani, nyomom a lándzsás úti füvet, mint hogyha muszáj lenne. Kenem neki ezerrel, majd elmúlik. Ott egy sziget egyébként velünk szembe. Mert nyilván a játékban nem csak pecázgatás van ezerrel, hanem majd találunk különböző száraz földeket is. Na de na, most már van elég nyersanyagunk. El kéne kezdeni építkezni. Tudj. Műanyag kellene, plasztik. Az melyik a műanyag? A kanna? Aha. Rá kéne menjek a kannákra. A játék eleje, mint minden survival játéknál, az... hogy fogalmazzak finoman úgy, hogy ne menjetek el. Nem a legintenzívebb, de itt kialakítjuk majd az alapvető kis bázisunkat, fölépítjük, és onnantól kezdve azért egy fokkal már élvezetesebb lesz a dolog. Fontos dolog, a játék elérhető Steamen, és meg nem mondom, hogy mennyiért, de van egy új kiegészítőnk, ilyen Twitch extension, szerintem a PC-sek látják, itt a fejemnél valahol, itt kell legyen, és ott találtok egy csomó infót az éppen aktuális játszott játékról, ezt azért aktiváltam, mert ilyen tök hasznos, ezt meg tudjátok nézni, de közben Veldurf már segít nekem, hogy 14 euró a játék, úgyhogy nem drága. Konzolra megjelent már a játék, mert egyébként Early Access, tehát hogy közben csinálunk egy új kampót. Tehát gyanítom, hogy nincsen konzolokra még. Úgyhogy akinek tetszik, a Steamen keresse. És van benne multiplayer, tehát tudjátok együtt haverokkal játszani, hogyha tetszik. Ez szintén nagyon fontos közérdekű információ. Úgyhogy ja. Azt nem tudom, hogy hány fővel lehet multizni, abban még segítsetek nekem. Még elvileg early access a játék, igen. Korai hozzáférésben van. Egy jó két éve, de folyamatosan jönnek ki az update-ek hozzá, egyébként szépen... Na! Menj innen, cápali! Oké. Látjátok, a cápa így időszakosan meg fog minket támadni, és elpusztítja a tutajt, úgyhogy csináltam egy lándzsát. Legközelebb jön a parasztja, akkor ezt nem hagyjuk. Hát a szigeten kikötni még nem tudok. Kicsit engedjétek meg, hogy így OCD-sel rendezgessem a dolgaimat, és akkor elkezdjük tervezgetni a túlélésünket. Azt mondja, hogy... Container, croplod, grill, purifier, research table. Nagyon kevés a fám. Eddig mit csináltam? Még mindig halásznunk kell, srácok. Azt hinnétek, hogy jönnek a nagy fejlesztések, de nem. Még mindig rohadtul lootolni kell. Úgyhogy lootolunk tovább. Teleforra is van a játék. Nem szerintem teleforra valamilyen olcsó utánzat van. De ebben nem vagyok biztos. Ja, igen, van ilyen emote overlay-ünk is idén. De az majd, ha indokolt lesz, akkor látni fogjátok, hogy mit jelent pontosan. Nagyon szépen köszi a támogatásokat mindenkinek, srácok. Olyan sokan nyomtátok az elmúlt 5 percben is, hogy már vissza se tudok addig tekerni, de Vány, Domdorodon, Padanancs, Panka, Safizoli, Dingerinyo, Gizmócska. Nagyon szépen köszönöm. Bálint, neked is. Meg úgy, hogy egyáltalán itt vagytok. De nem mondom, hogy volt egy őszinte félsz bennem, hogy jaj, most új év, most nem streameltem 2 hétig, lesz-e itt valaki? De azért nyilván jó, hogy így visszajön az ember, itt vagytok, és elkezdjük megint nyomatni, amit oly nagyon szeretünk egymást. Igen, a beszéléshez még vissza kell szokjak. Közben ettem egy krumplit, mert valamiért van krumpli a vízbe.
meg itt van ilyen retek is, ezeket majd meg kéne főzni, és akkor ugye több kaját adnak. Jó. Na. Kellene nekünk egy research table. Hát, mivel kezdjünk? Nem emlékszem amúgy, hogy mivel kezdtem. Nyilván a hordóból jönnek a kaják. De szerintem igen, egy kutatóasztalt azt le kéne rakjunk, mert az minden Minecraft világ alapja is. Nem emlékszem, hogy később majd át lehet-e helyezni a dolgokat, meg arra se, hogy a cápa meg tudja támadni azokat a dolgokat, amiken van valami épület, vagy értitek, mire gondolok. Hát most ezt így hova OCD-zzem? Ide. És akkor itt van a kutató asztalocskánk, és akkor itt vannak mindenféle receptek, és majd a nyersanyagokat ide be kell pakolgatni, és akkor lehet fejleszteni a hátizsákot, meg minden kutya fülét. Az a baj, hogy most nincsen idő így beszélgetni, mert az elején nagyon meg kell szedni magunkat nyersanyaggal, mert különben végtelen szomorúság és szenvedés vár ránk. Úgyhogy itt muszáj egy picit odafigyelni, és akkor utána már nem kell annyira kapkodnom, utána egy kicsit jobban fog tudni figyelni rátok is. Régen azzal kezdted, Nessze, hogy elültetted a krumplit? Hát ez mondjuk nem lenne meglepő, ez viszonylag rám val. Először ki kéne bővítenem a tutajt. Az a tervem. És akkor utána később, meg ugye nyilván az lesz a terv, hogy vannak ilyen hálók, amik automatikusan begyűjtik a lootot, ami elhalad a tutajon. És akkor azokat kéne lerakni, és akkor már magától jönni fog a loot, úgymond. Nessali, a facecam mobilon sokat kitakar. Hát hova rakjam a facecamot? Mit szeretnétek? Rakjam jobb fölülről? Lehet velem beszélni? 5 euróért átrakom a facecamot? Mondjad, hova szeretnétek. Ja, fogok majd segítséget kérni, srácok, nyugodtan. Most még egyelőre csak hangosan gondolkodom, mert nem tudom a chatet nézni, mert muszáj lootoljunk. Majd megbeszéljük, hogy mit csináljunk. Tedd a facecamot középre, mondjuk az is egy jó ötlet. Szóval megpróbálhatjuk itt, hogyha itt jobban szeretnétek. Itt jobban szeretnétek? Itt többet láttok? Mit akartok látni a kezembe, azért? A kis hurkázót? Legyen így. Így látjátok a kampót, így kielégítőbb a művelet. Kódba is kitakarom a fegyvert, az nem zavar. Mi csak raftba a kampó, az legyen. Kódba a fegyver, kit érdekel, érted? Raftba a kampó. Így csak a kampó tetejét takarja ki. Hát, Jézusom! Akarodj! Jó, és akkor így elüldöztük, és akkor meg tudom javítani. Hogy? Hogy tudom meg? Középső gombbal, igen. Jó, kell még egy kampó, mert mindjárt tönkre megy, ami van. Nagyon kevés plastikot kapok. Az a baj. Mindig bővíteni kéne. Kevés a műanyagunk. Mi a fenére kell műanyag amúgy? Ja, a hordók miatt, ugye, ami az alatt van. De egy tutajhoz nem kell feltétlenül műanyag az aljára, nem? Hát a tutaj az fából van. Hát most nem fából van a tutaj? Hát most hazudok? Most mondjátok, hogy hazudok. Szájon vágok akár, mármint... Bocsánat. Mi a fenére kell ennyi műanyag egy tutajhoz? Tök fölösleges. Jó. Jó. De ezek fű az mindig van, érted? Tehát a fű, érted? Olyan, hogy fűből kevés van, olyan nincs soha. A közben kezd sötétedni, és nem fogunk látni semmit. Az mi az a doboz? Nézzétek! Én olyat még nem láttam, az valami új. Nekem. Nyilván, aki 2 éve játszott a játéka, az micsoda? Hát az meg, ez egy szekrény. Ez ilyen extra durva lút. Na jó. Nekin nincsen izém műanyagom, hát beszarsz. Még alapvetően örülnem kéne neki, hogy kevés a műanyag szemét a tengerben, mármint, hogy ez egy jó dolog, de... Mennyit láttok a képernyőből? Pont annyit, mint én gyakorlatilag, úgyhogy szenvedünk együtt. Jobban kell fókuszálnom a kannákra. De milyen szép a hold.
Amúgy milyen tükröződések is vannak már, ilyen régen nem volt a játékban. Ennél szarabbul nézett ki. Kuci. Jó, ez így szélességében elég. Kikének utassam a lootgyűjtő hálót. Kérdés, hogy az hol van. Meg mondjuk kéne, ja igen, a víz, aha, azt viszonylag fontos lenne, aha, szomjan fogok halni. Igen, ez kell. Jó, kurva gyorsan, bocsánat, nem, légy szíves, igen, azt abszolút észrevettem, abszolút magamtól, abszolút, ezt direkt csináltam így, nem kell beszarni, srácok. Nem fogunk szomjan halni. Karesz húzzál most innen a vérbe, mert kicsit problémába van, igen, egy kicsit. Purifier, nyugi, ne halljál meg, légy szíves, ne halljál, köszönöm, hogyha nem halsz meg, azt nagyon megköszönöm. Így, kell egy pohár, ó, basszalak, bocsánat, nyugalom, nem, ajjaj. Nyugi, hol a combban van műanyag, de komolyan nem hisz. Nyugi, 2022 a nem rage-elés éve. Kell 4 műanyag, kell csinálnunk egy kulacsot, vagy pohárt, vagy hogy hívják, azt nem tudok én maguknak ilyen dolgokat mondani. Nyugi. Az a piros villogás az azt jelenti, hogy nem tudom mit jelent, jó, kussoljatok. Konténer, igen. Víz. És ott forraljad a vizet? Ez az. Nyugi, nyugalom. Mindent a helyén kezelek. Minden rendben van. Kicsit itt inventory rendezgetés. Igen. Az igazság az, hogy abszolút elfelejtettem a vizet, mint olyan. Pedig ez kellemetlen. De amúgy ez sokkal autentikusabb roleplay, mert köhög a karakterünk, meg köhögök én is. Ezt azért csináltam, hogy jobban átérezzétek a vízen hánykolódó, túlélni vágyó férfi ember szerencsétlenkedését. Ott vannak delfinek! Nézd már! Na hát azoknak majd kell név. Volt delfin, mikor mi játszottunk ezzel? Nem volt delfin. Kész van már a víz? Igen. Drink. Ott is van. Na, látjátok, mit izgultatok? Mondtam én, hogy nem kell izgulni, hát profi vagyok. Együnk krumplit. Úgy, meg egy éretket. Aztán ezeket majd később persze megsütjük, és akkor laktatóbb lesz, meg minden. Jó. Na, izgultok itt folyton fölöslegesen, belém rakjátok az ideget. Nem volt, ugye? Aha. Mondom, már emlékeztem volna rá, hogyha vannak delfinek. Delfin cuki. Okosabb, mint néhányan a chat. Mi? Bocsát, ki akartam sípolni a patkánykodásomat, csak kiugrott. Mi? Figyelem, egy faszopó cápa van a vízben. Köszönöm. Bocsánat. Így. 100% veszélyes. Na. Nyugodjunk meg. Attól megnyugszunk. Azt mondja, hogy... Grill. Így is van. Kell egy grillező. És akkor kérlek szépen benneteket alássan. Itt fog készülni az elemózsia. Plank, és már csinálom is a sült hadzsmát. Nagyon jó. Itt közben egy sziget, ez nekünk teljesen indokolatlan. Lootolunk tovább. Úgy. Hordó! Az a nagy szögletes hordó azt szerintem több lootot ad, mint a sima... boros hordó. Hoppá, és egy recept. Azt tudja, be kell rakni a szem ide, ugye? Vagy hülye vagyok? Nem így működik? Hogy működik ez, haló? Antenna. Rá kell nyomjak? Vagy... Haló? Mehet a hátsó ülés, addig orrot fújok.
Itt vagyok, élek, minden rendben. Semmit nem kell vele csinálni. Mi, akkor nézegessem? Jó. Hol van az a rohadt lootgyűjtő cucc? Nem látom. Mónika. Hát, hogy először valami mást ki kell kutatni. Volt egy ilyen háló, amivel be lehet egy... Öpp, hordó! Azaz. Közbe isza. Úgy. Szóval. Hát, hogy először kik... Ott van. Azaz, ott van. Na, egy plank. Research. Na, most meg eltűnt. Nézd meg szopat. Egy... kötél, és egy szög. Hogy kell szöget csinálni? Azt hiszem tudunk kraftolni. Nail, igen. Nagyon jó, és akkor látjátok, így az alapanyagokból tudj. Meg is vagyunk, nagyon jó. Azt ad ide. Lassan világítást is kéne csináljak. Hogy lássatok valamit. Minden esetre a lényeg az, hogy most már, ha megtalálnám valahol... Hol az Istenben van a lootgyűjtő háló? Hát ezt a játékot, ezt tönkretették. Hát ez nem ilyen volt rég. Le kell kraftoljam az inventoriba. Ott van. Fú, de sok nyersanyag. Ez régen is ilyen sokba került? Fel vagyok háborodva. Craft, úgy, és akkor oda nézzél, varázsolok. Anyas, ez 8-as. Tudj. Na, és akkor ami itt eljön, az automatikusan bekerül a hálóba, és akkor némi passzív jövedelem, majdnem azt mondtam. Némi passzív nyersanyagunk is lesz, és akkor nem kell andan peccázni. Elkészült a hadzsmám, ami amúgy retek, de tök mindegy. Így. Tudj. Jó. Először szeretném egy kicsit kibővíteni a tutajt. Úgyhogy most arra fogom így a nyersanyagokat elkölteni, hogy így ki is nézzem már egy bárkának. És akkor utána építünk rá majd házat, építünk rá ágyikót, meg ilyenek. Ez a terv. Remélem mindenki egyetért ezzel az elvel, aki nem, az... Hopp! Kapás! Karesz! Takarodjál! Nem szeded le? Rohadjál meg reggelre. Na most meg megint nincsen műanyagom. És mellé dobja kétszer a... Nyugi. Annyira szemét a játék, hogy már itt az elején mutatja a szigeteket. Esélyem nincs kimenni oda, de amúgy lehet az most a meta taktika. Lehet, hogy gyorsan kéne csináljak egy evezőt, nem? Valószínűleg jobban járnánk. Pedal. Aha, ahhoz is izé kell. Hűanyag. Halad. Teljes mértékben meg fog őrülni a játék második órájába ezekre a mellédobásoktól. Úgy. Karcsi, nyugodjál meg, jó? Most még csak éppen elkezdtem a dolgot. Nagyon nagy bunkóság kezdő streamereket bántani. Van értelme megsüssem amúgy a retket? Néztétek? Sokkal többet ad? Nagyon sokkal nem úgy tűnik, mintha többet adna. Ami nyilván valamennyivel többet ad. A meta. Igen, amúgy Serenit az nagy raft veterán, ő biztos vágja a metát. Azt nem nagyon kenni ezt a játékot. De most majd én megmutatom az új metát. És mindenki azt hiszi, hogy tudja már a raftot. Az elmúlt 2 évben mióta nem játszottam vele, prók lettek. Majd én itt megmutatom, hogy kell ezt csinálni.
Azt hiszem. Na, ez is tönkre ment. Remélem egyszer kifagyok a kampóból, aztán becumbantjuk. Jaj. Bocsánat. Ilyenkor szoktam kigyomni a fészkabot, míg itt nyúkálok az arcomba. Már végül is nézhetitek, bassza fasz. Ja, képzeljétek el, tönkrement a rózsaszín, hogy hívják ezt, kulacsom. Azt is eltörtem, amekkora balfasz vagyok. Úgyhogy velem csak ilyen szerencsétlen dolgok történtek. Igen. Úgyhogy most a kisebb fehérrel kell beérjetek. Ilyen szomorú dolgok történnek. Jó. Na, ezt így befejeztük. Jó. Ezt itt az egészet be kéne hálózni. Bár nem ismer... Ide a sarkára másikakat kéne rakni, hogy a cápa ne egye meg. Mert ugye a cápa mindig a szélső elemeket eszi meg, na most ha a hálót megeszi, akkor nagyon mérges leszek, és nagyon csúnya káromkodásokat fogok előadni. Amit tudom, hogy egyesek várnak, de én nem várok. Cső Félix! Nagyon tetszett az embereknek a montázs, az intro montázs, illetve ha nem, akkor nem merték megmondani, vagy kibannoltuk őket. Most már azért elég sok cucc van nálam. De ezeket a blueprinteket, hogyha nem lehet elhasználni, srácok, akkor ez itt fog rohadni az inventorimba csak azért, hogy mérges legyek? Azt mondjátok már meg. Nem lehet őket beledobni a zébe? Valahova? A vízbe nem tudom őket beledobni? Úgy, és akkor kell még egy háló. Úgy. Jó, és akkor ide kell még egy sor előre. Nagyon jó. Minden a terv szerint halad. Többen félnek, hogy balfasz vagyok. Sőt, többen nem is félnek, hanem tudják és megbékéltek ezzel, de nem kell aggódni. Minden a terv szerint halad. Túlélitek itt a játék elejét, és ha nem alszotok el, akkor elképesztő szórakozás lesz a jutalmatok. Nézzétek már, mennyi lút már házhoz jönám. Eléri, 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 kurva anya, bocsánat. Nem értel. Na, Karesz. Húzd már be. Nem húzza be. Azt a... Karesz! Azt... Anyád... Nyugi. Semmi gond. Semmi gond. Semmi gond. Na most meg a fából fogytam. A mellédobás is a terv része. Igen. Haha. Hihi. Haha. Két hetet vártunk, hogy újra viccesek legyünk a Nessali csetjén. Bocsánat. Végre toxikuskodhatom magamat. Tudjátok, milyen szar volt itthon lenni a családdal, és nem volt kit baszogassak. Hát végre most itt vagytok. Basz meg! Direkt volt. Én ilyen show műsoros gyerek vagyok. Direkt volt. Ez az. Nagyon jó. Slagyk. 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 Azért kezdek ráérezni, azért olyanokat dobok már, hogy kobe. Megcsúsztunk egy tyúkszaron. Eddig tartott a fogadalom a kedvességről? Á, azt csak azért mondtam, hogy feliratkozzat. Mi? Közben, ha már itt tartunk, Csavix, Lemonade, nagyon-nagyon szépen köszönöm, Biszkucs, Marvel. Utólag weben szoktam elolvasni streamek után ilyenkor az üzeneteket a szabok mellé, mert utólag visszatom őket nézni, úgyhogy
Bocsi, hogyha valaki fontosat írt, vagy kedveset, és nem reagáltam le kellőképpen. De nagyon-nagyon szépen köszönöm, srácok, tényleg mindenkinek. Ja, tudom, hogy elfelejtettem az evezőt, ezt itt befejezem, és akkor utána megcsináljuk. Éhezem, ja. Azt tudom, hogy ebben a játékban egy idő után már idegesített az éhezés, hogy lassította a progresszt. De a víz már egész sokat ad, azt nézem. Szerintem régen kevesebbet adott a víz. Mint hogy egy pohárka. Hallják meg, majd lesz, mert majd elkezdjük halomra ölni karcsikát. Jó. Nyersanyag, nyersanyag. Csak nem néztem a chatet, hogy mit mondtatok a rohadt papírokra. Most megvárom, míg mondtok erre valamit. Most tudok ezekkel kezdeni valamit, vagy nem? Most oda nézek. Nem baszakszok a játékkal. Miért Predator fülesre váltottam? Őszintén mondjam. Mert ez volt itthon. Dobjam ki. Jó. Hogyha megszivattatok, akkor... Akkor nem tudom, mivel büntetlek meg titeket a létezésemmel. Jó. Na, evező. Nem lehet kirakni vala... Valaki tudja, hogy melyik gombot nyomtam meg, amitől ez így kikerült ide? Én ilyet nem akartam csinálni. Nem kellett volna kidobjam? Hát bazzeg, azt mondtátok, dobjam ki. Hát majd csak visszaszerezzük valahonnan. Ó betű. Ó, és tényleg. Köszönöm szépen, Efi. Na de most akkor fakt, hogy kidobtam? Vagy most akkor már mondjátok el, spoiler kapitányok. Hogy mi a helyzet. Csak ki lehet lootolni még majdnem. Jó van. Azt mondják, hogy nem gond. Hát, max igen. Van-e valami recept? Scrappet még nem kutattam. Tudj. Jó. Na, most már tényleg mindjárt meg vagyunk az alapokkal. Én meg mindjárt megfulladok, de ez részletkérdés. Mert most már fogunk tudni ültetni is.